Tartóztattak egy érpataki férfit, aki előbb megvert, majd kirabolt a nyílt utcán egy idős férfit Szolnokon. A gyanúsított először csak cigarettát kért az áldozattól, aztán magatartása egyik pillanatról a másikra megváltozott. A sértettet több alkalommal megütötte ököllel, folytogatta, amitől az térdre esett. Miután megkapta a cigarettát, a férfi viselkedése megváltozott, több alkalommal megütötte jótevőjét, folytogatta, aki ettől a földre került. A támadó tovább bántalmazta a sértettet, akitől elvette karóráját és mobiltelefonját, majd karon ragadta, és egy közeli üzletben különböző ruhaneműket vásároltatott magának. A sértett félelmében átadta bankkártyáját támadójának, aki egy dohányboltban cigarettát és szeszes italokat vásárolt magának. A sértett, amint szabadult a támadója szorításából, értesítette a rendőrséget. Kollégáim elfogták és előállították a 27 éves férfit a szolnoki rendőrkapitányságra, ahol gyanúsítottként kihallgatták. A férfi tagadta cselekményét, annak ellenére, hogy a rendőrök megtalálták nála a sértett karóráját, a vásárolt ruhaneműket, a dohányterméket és a szeszes italt. A nyomozóhatóság a gyanúsított őrizetbe vételéről határozott, és a bíróság elrendelte a letartóztatását.